Sziasztok srácok, üdv mindenkinek, folytatjuk a Castlevania végigjátszását, jöhet a 9. fejezet. Szóval, az előző része, igen, kaptunk egy új képességet, azt fel kell majd avatni. De, azt majd elérkeztünk a csonterdőbe. So Pan comes again with words of wisdom and advice for our hero. Gabriel is angry now. Carmilla's betrayal has made him question his own faith. The Brotherhood means nothing to him anymore. He only wants his Marie back. He now has two pieces of the mask and only one more to find to make it complete. He must travel now to the land of the dead and he must face the final lord, death himself. There are still many leagues to travel and I cannot risk being seen for I doubt even one of his Brotherhood could help him now. He must go where none may follow. Megyünk a mélységbe. Into the abyss. Hát igen, Gabriel akkor igen csak hátat fordított a testvériségnek, amit mondjuk én meg is értek. Viszont ez a terület, bocsánat, embertelen jól fog kinézni. Erre úgy emlékszem. Simán el tudnám képzelni egy, nem is tudom, mint egy Resident Evil, mint a 4. Hasonló lesz. Na, azt hiszem megérkeztünk. Mondom, megérkeztünk. Seraph vállak. Carmilla volt a testvériség egyik alapítója, aki ajándékba kapta ezeket a mágikus szárnyakat a rendtől, odaadásáért és lelketisztaságáért. Egy arkangyal tollaiból készült, igen, eredetileg Seraph vállakkal viselője rövid távokra repülhet, de mostanra a vámpír sötét nagyúr évszázados visszaélését miatt... Visszaélését... Tudok olvasni, bassza meg! Valódi erejének csak egy töredéke maradt meg. Tehát ez nem úgy lenne... Tehát most, oké, nem akarok beleszólni. Tehát eredetileg a Seraph vállakkal vesző... Vagy nem ki oda. Szóval eredetileg a Seraph vállakkal a viselője rövid távokat repülhet vesző, de mostanra, ide nem kell vesző, a vámpír sötét nagyúr évszázados visszaélése miatt valódi erejének csak egy töredéke maradt meg. Hát persze, hogy nem tudom normálisan elolvasni egyébként a könyvet, hogyha szarul van lefordítva. Hát össze-vissza, tehát ragozás, meg ilyenek nem. Tehát olvasom, és megakadok benne, mert felfogom az meg, hogy értelmetlen, amit olvasok. Jó. Ezt tudom, akkor inkább angolul játszom, de mondjuk most már mindegy. Nálad mi van? Piros. Jó van, elkezdtük kirakni a következő piros medát. Jobb oldalt van-e? Ott legyen egy kék. Csónak alatt. Jó, csónak alatt. Ó. Tehát van dupla ugrásunk. És azt hiszem ezzel megvan minden képességünk. Erre csak. Ácsi, itt is van még egy test. Gyere ide. Zöldet, kék is jó. Nagyon jó, kiraktuk a következő kéket. Kövér vagy Gabriel, nem férsz át. Na. Mágia nem kell. Élet az viszont fog kelleni. Köszi szépen. Itt. Nem, ez sem lehet szétzúzni. Jó. Itt. Megkapaszkodnék azért. Mász már fel. Úgy. De hát azért ide már igencsak kellenek a...
Na most... Alku! Hú, de megijedtem. Nem is baj, hogy leestem. Hú, szóval nem baj, hogy leestem, mert itt van egy ilyen. Tekercs, mi van nála? Azt mondja, azt beszélik, hogy egy boszorkány. Nincs ott, hogy, mindegy, tehát Pisti. Melegen van egyébként. Szóval azt beszélik, egy boszorkány kísérti a helyet, így ébérnek kell lennem. Szörnyű lényeken kellett átvágnom, és váratlan kihívásokkal néztem szembe. Utam során, de Isten gondolataiból erőt merítettem. Jelentős fegyverképességre tettem szert, és a fény és ágymágiás tudásom hasznosnak bizonyult. Úgy érzem, elég erős vagyok, hogy bármi ellen kiálljak, és bárkit legyőzzek egy tisztességes harcban. Féljen a halál nagy ura. A kézzel írt tekercs hirtelen véget ér. Hát, barátom. Akkor nem nagyon éltett túl, hogyha jól sejtem. De... Ja, értem. Túl akartam kombinálni az egészet. Zombik! Ú, mekkora szád van. Jó. Inkább nem mondok semmit. Tehát amikor... Mi ez a fejetlenség? Engedjél már el! Ennek még meg volt a feje. Mondom én, tiszta Resident Evil ez a hely. Nagyot nem tévedtem. Hé, ezeknek visszanől a fejük. Jó van. Hopci. Jaj, nem láttam, mert pont üsszentettem. Ezért kapott el csak. Kis szerencsés. Ennyire számítanak egyébként a reflexek a játékban. Ja, oké, oda még nem megyünk el. Hogy kirúgom egyébként a földbe? Mennyire durva. Gyere ide vissza, hopp! Oké, szerencsét volt. Cégnek. Na, akkor ezzel végeztünk. Na, most őszintén, merre menjek? Jobbra vagy balra? Először nézzünk el balra. Nem. Előbb elmegyünk jobbra. Nagyon jó. Tekercs. Csupakabra! Járja a környéket. Figyelmeztetnem kell a testvériséget, a bosszantó lények nem csinálnak más, csak ellopják az erekéket, és ostoba játékokat üznek. Fontosabb dolguk
Van dolgunk van, mint elcsépelt játékokon részt venni. Meg kell mentenünk a világot az árnyék lordjaitól. A halál jár a földön, és mindenki szenved. Javaslom, hogy üljük. Meg kell ülni azért. Értitek? Üljünk rá, lovagoljuk meg. Öljük meg. Istenem, az meg. Szóval, meg kell, hogy öljük, és töröljük el őket a föld színéről. Ez Isten munkája lesz, Isten parancsolja nekünk. Hújjon a férgese. Igen. Ez még nem az. Aha. Úgy néz ki, hogy azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Úgyhogy megyünk a másik irányba. Én megpróbáltam. Na most fent vagy lent menjek? Valahogy oda a lenti, a barlangba én szét szeretnék nézni. Jó van játék, csináljad. Csináljad csak. De most akkor oda a barlangba nem tudok lemenni. De én leszeretnék menni oda a barlangba. Tudja, hogy van ott valami, ami kell nekem. Kösz. Piros. Én nem zöldet adtál már. Jaj, már megint ezek a hülye... Hol vagy? Na, takarodj el innen. Meg te is. Nem tudom, még hanyan vannak. Hát még ketten biztos. Akarok én ide ütni. Van még egy. Itt van e. Gyere. Jó, akkor ne. De ezek sose fogynak el? Takarodjál már innen! Na végre! De ez itt ennyi? Ezt csináltam az előbb is, csak mondom. Úgy. Úgy, hogy be lehet jönni a barlangba. Jaj, hogy erre kell tovább jönni. Hát itt izgalmas lesz átmenni. Ennyi élettel hozzáteszem. Jó, hát akkor Gabriel, hajrá! Hallod, Gabriel, még olvastad is az írást, hogy
lesz. És nem tudtok, ó, bakter, tényleg. Engedd már el, kösz. Kösz az életet. Ja! Ja, hogy ja. Akkor nem arra megyünk. De hát akkor merre? Ide fel. Már nagyon nem egyértelmű már megint, hogy merre kell menni. Tehát erre. Jó, értem. Baszd meg. Elengedhetnél. Engedj el. Nem akarsz végre összeesni? Mennyire? Köszi. Na végre. Ne esítsen, úgyis mindjárt megtalállak. Mi? Én megvan. Na ide figyelj! Kérem vissza a cuccaimat! Köszönöm. És akkor most tudok itt átmenni? Na, ne hagyj most! Uhú! Nehogy túlugorj! Mondtam én, hogy itt izgi lesz átmenni? Gabriel, balra nyomom. Már a gombot, a sticket, érted? Ez az, ugrik. Most ne leteheted magad. Óha. Hát én megpróbálom, de nem garantálok semmit. Jó. Na, viszont ezekre a részekre már rohadtul nem emlékszem, hogy ilyen volt a játékban. Hát vannak olyan dolgok, amikre még úgy emlékszem, meg megmaradtak, de ez pont nem. Tehát tudom, a résznek az elején azt mondtam, hogy hú, erre emlékezni fogok. Igen, emlékszem, csak nem erre a pálya részre. Hanem majd ami ott lesz szemben, és ott fog jönni. Láttam őt, Gandolfi él. Azt mondja, az erdőben rejtőzik egy öreg koldus képében. Biztos, hogy ő az. Ő az öreg harcos, akire vártunk. Ő fogja elintézni az árnyék lordjait a legendás fegyverével. És ment meg mindannyiunkat. Tudtam, hogy visszatér. Isten legyen áldott. Tehát nem Gandolfi fogja a világot megváltani, hanem én, de a Gandolf fegyverével. Na, oké. Thank you.
Köszi. Mehetünk tovább. Bánatmocsár! The stench of death is strong. A witch holds power here, but I sense Gabriel is more than a match for her. The bones of his fellow warriors litter the place, but he seems oblivious to them. Stoic and determined to move forward, he doggedly fights on. He has not slept for days. He rests only briefly. I sometimes hear him talking to her, telling her he loves her, that they will be together again. In the dark, he weeps for her, or perhaps it is for his own lost soul. Na, én erre a részre emlékszem. Azt hiszem. De majd meglátjuk. Honnan tudod, hogy ez fog történni, hogyha azt ott elköti? Kár, hogy a videók ilyen ocsmán jól néznek ki. Ilyen 640x480, alacsony grafika. Te ki vagy? Nima a bagyát! Who is your master? The king, of course. And the king of the angels. Lost your way then? No. Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Only in the music box can blue rose grow. Baba wants to be young and pretty again. Bring Baba blue. You're in there. Promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go. Hú, az meg Gabriel. Jó meggondoltad. Tehát ez bolond. Tehát ez a pár mondat, amit mondott, ettől agyvérzést kaptam. Baba így, baba úgy, kék rózsa, baba, 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 baba. Baba Jaga. Ezt a nevet én már hallottam többször. Sokszor. Régen. Az öreg banya számos, népszerű folklor mitikus alanya, leginkább gonosz banyaként tűnik fel, aki gyerekeket eszik és csirkelábokon álló házon él, míg a legendák egy része igaz, a ház nem csirkelábokon áll, bár ami a többit illeti, ki tudja. Baba Jaga egy különleges teát szeret készíteni, melynek rendkívül ritka alapanyaga a kék rózsaszírban, mely a szörnyű vén banyát ideiglenesen gyönyörű fiatal nővé alakítja át. Bár néha segít az embereknek, általában nagyon veszélyes szívességet kérni tőle, ha csak nem vagy nagyon kedves és kínálsz fel valamit cserébe. Látod, Gabriel? Mondtam, hogy nem kéne. Innen jöttünk. Erről jöttünk. Erre megyünk tovább. Hát, Gabriel barátom. Na, erre a részre emlékszem. A rohadt madár ijesztős szar. Na. Tekercs, olvasni való megint. Tip tekercs, rejtvény. Ó, Bossi azt mondta, a póznákra kötözött madár ijesztők éltek, és először nem hittem neki, de több napnyi megfigyelés után már nem tudom, miben higgyek. Tegnap egy csapat madár repült a madár ijesztő fejére,
és megmernék esküdni, hogy láttam, hogy megmozdult, hogy elkapja őket. Azonnal megmarkoltam kardom, és támadtam a szörnyet, de az meg sem mozdult. Annak ellenére meghaltál. Na szóval. Mondom. Igen. Hes. Én elengedném már Gabriel. Oké. Itt a madár ijesztünk. És tényleg megmozdult. Hé! Hey, a könyv ezt nem írta, hogy lángra is gyullad. Ez madár ijesztő. Simán házőrző. Ettől senki nem jönne be. Adjál életet, már nincs. Jó. De jó, hogy nem bírom végigvinni a kombót. Most meg fogsz halni! Na. Madárjesztő. A madárjesztők balfasz, tehát balfasz boszorkány mágikus eredményei. Nem gondoltam volna, hogy balfasz boszorkány még vissza fog térni a sztori szerint. Szóval, mágikus eredményei, melyek megtámadnak és megölnek mindent, ami mozog. Balfasz ezért készítette őket, hogy Baba Yaga a felügyelete alatt maradjon, és ahol csak lehet, korlátozza mozgásterét, hogy semmisé tegye hatalmát. A madárjesztőket a madarak ébresztik fel, melyek a gonosz varjú boszorkány parancsait követték. A madárjesztők rendkívül gyorsak, és borotva éles kasszával támadnak. Találtunk egy kulcsot. Jó. Na szóval, egy kulcs pipa. Én azért szétnézek. Tekercs. Azt mondja, ez a föld egykor élettől és szépségtől hemzseket, most is jól néz ki egyébként, most nézd rá, halálbűze mindenütt, madárjesztők mindent látnak, és azt hallottam, balfasz varjói figyelik ő a helyet, és jelentenek az úrnőjüknek. Egy régi legenda szerint egy boszorkány megölte balfasz szeretőit, és ő bosszút esküdött neki, vajon ha az öreg varjú még él, ez csak újabb rémes a gyerekeknek. Élni élt, már nem. Megoldottam a problémát. Tehát balfasz már meghalt ott a torony tetején, én már megöltem korábban. Egyébként itt lesz a madárjesztő. Hello, mi? Ide fogjuk kergetni mindjárt a madarakat. Nem innen, hanem majd innen, de gondolom ide, igen, és itt fognak majd bemenni. Jó, oké, látom, hogy mit kell csinálni egyébként. Menjetek már! Normálisak vagytok? Na. Na. Aha, jó, meg lesz. Na, gyakoroltam egy picit. Ezeket itt megrázzuk. Azok el fognak repülni, oda. Odébb. Jó, engedd el Gabriel, mehetsz a következőre. Mi az, hogy pont oda repültek fel, miért nem a lentire? Ja nem, az egy újabb csapat varjú.
Na várjál. Kikértök le, csó? Ezzel mit tudok csinálni? Hogy? Na, mondom én, hogy mit fogunk csinálni. Ide elkergetünk pár madarat. Innen. Mondom, innen. Ne! Ez most elég gyorsan ment, mi történt? Jó, mondom, hogy mi lesz a terv. Az, hogy arra rákergetünk még madarat. Menjetek már innen. Tehát itt ügyeskedni kell a hülye madarakkal. Jó, ez is megvan. Kék kavics, nagyon jó. Ezek most valahol le fognak szállni. Nagyon jó. Én elengedném, kösz Gabriel, ügyes vagy. Igen. Jó. Azok most oda fognak repülni. Még egyet. Nem őt akartam elkapni, hanem a kereket. Szóval a kereket. Jó. Hallott, hülye kamera, hallott, hogy forgolódsz össze-vissza. Jó. Na, és akkor most ezeket elkergetjük máshova. Hová mennek? Ide nem tudnak. Nem szeretnek osztozkodni, ezért ők tovább repültek. A terv bevált. Így. Jöhet a következő. Fú, te. B! Nyomom a B-t, mint állat! Rip! Na. Hát én a életre mennék rá, mondom, az életre mennék rá. Tudom, hogy nem kell 50 napig írni, hogy legyen a izé felirat. El tudom olvasni pikpak, hogyha jól van írva, hozzáteszem. Jó. Na most hol vannak a madarak? Mert még ide is el kéne csalogatni egy párat. Mondjuk itt van. Zavardod év őket, hess. Ritik, hogy nem oda repülnek, ahova szerettem volna.
Hé, hey, itt egy ember. Illetve legalábbis a test. Szóval láttam halálom, és valóban szörny. Oké. Okay. Megnyugtat, hogy az álmaim szerint valaki legyőzni az árnyék lordjait. Vajon már a terület fürkészi és eltiporja azokat, akik elpusztítanák, amit szerettünk? Ha az Isten segítsen, ha ő az, Isten segítsen, barátom, őj és őj, az Atya, a Fiú Szentlélek nevében. Érezze, mint aki vagy ki Isten útjába ás annak haragját. Ezt ezek a szent hegyi beszédek, te! Száj, odébb. Ők ott nem szeretnek lenni. Visszajönnek ugyanide. Jó. B-terv, taktikázzunk. Menj már odébb. Mondom, miért nem fogod meg? Te repülj oda. Oké. Okay. Most ezeket áthesegetjük. Fogd már meg. Áthesegetjük oda. És innen elhesegetjük őket tovább. Így. Mert most megpróbálnak majd átszállni oda szembe, de el fognak menni oda jobbra, ahol a madár ijesztő van. Lett volna a terv. Na mondom, akkor B terv. Hey. Az itt fura. Jaj, így most jött még egy csapat madár. Igen. Így lehet, hogy egy picit könnyebb lesz a dolgom. Oda terelni őket. Még egy kék. Na nézzük, hogyha őket innen kikergetjük, merre mennek. Engedd már el. Jó, ti menjetek oda. Jó. Jó, annyira zavar, hogy itt vannak. Menjetek már innen. Na. Más. Jó. Azt mondja, hogy ezeket átesegetjük máshová. Nem értem a miértjét. Ugyanezt megcsináltam két madár rajjal. Akkor miért kellett most egy harmadik, amikor közük nem volt egymáshoz? Még ha látnék attól a szar kampótól. Jó, megvan. Megvan akkor a három kulcs. Akkor vissza kell mennünk a banyához. Igen, látom, hogy ott a kulcs, nem kell kírni harmadjára is, nem vagyok fogyatékos. Ilyen rejtvény, boss. Jó. Most vissza kell jutnunk. Menjetek már innen, hát. De ilyenkor ezek mit szopkodnak? Mi az a zöld zé? Mert életerőmhöz nem nyúlnak hozzá. Na, végeztünk. Na, én erre a madárijesztős részre emlékeztem. Nem az elején arra ugrobugrásra, meg dupla ugrós, repülős, futós
barlangos témára. Hát remélem, hogy nem ebbe a fejezetbe van a zenedoboz, mert az undorító rész. Nem akarok zenedobozt. Még jó, hogy nem azt kérdez, hogy én tegyem be. Mi van? Hát egy piros kavicsot valahol elhagytam. Jó, hogy 3300 van. Jó, oké, nem szóltam. A zenedoboz. The old hag has cast a spell on Gabriel, making him very small. Small enough to enter the music box and retrieve the blue rose she so obviously desires. This old witch has me nervous. Something she said has filled me with disquiet. She mentioned the King of the Angels. I am sure I heard her correctly. What does this mean? Why do I have this feeling of dread? I hope Gabriel will succeed and quickly so that we may be on our way. When he has gone, I will kill this evil crow so that she may not be a danger to anyone else ever again. Csak egy kérdés. Tehát a banya azt mondta, és lehet, hogy a melegtől, meg attól meg vagyok teljesen most zavarodva. Tehát a banya azt mondta, hogy a madárijesztők elvitték a kulcsot. Három kulcs van, és be van zárva a zenedoboz. És neki kell az a kék rózsa a dobozból. Eddig stim. Megvan a három kulcs. Ki lehetne nyitni a zenedobozt, majd akár valami csipessze, vagy bármi, hogyha olyan nagyon pici az a kék rózsa, kivenni a dobozból. Nem, Gabrielt kicsinyítsük le, annak ellenére, hogy megszereztük a három kulcsot, aminek egyébként semmi haszna nincsen, csak elmentünk és elhoztuk, de nem használjuk. Majd lekicsinyítenek, beraknak a dobozba, és hozzuk ki a rózsát. Semmi értelme. Ez megint full fejtörő, csak mondom. És nem szerettem itt ezt a... Anyán mekkora orra van? Jó, mondjuk csak kinyitott a zenedoboz, mert... Ja, használ zöld közel eszközön, hogy új úton hagyj is. Oké, ennek örülök. Tehát csak megnyitotta a doboznak a tetét, mert látjuk a szobát. Meg a banyát, meg minden. Akkor miért nem vesszük csak úgy simán ki? Ó. Oh. Ó. Oh. Áó, de legalább megvan a kristály. Dangerous the music boxes. Ja. Na várjál, azt mondja, hogy itt vannak itt ilyen, nem fő karakter kell nekem, szörny. Szörnyeknél van ez? Fejetlen, ja ez meg a fejetlen szarok. Jó van, oké, fő karakterek. Itt van Vincent Dorin, ő nem érdekel, most minket Laura, itt van a kis csaj, igen, meg a Baba Jaga, jól van. Jó, itt végeztünk. Megvan a piros. Ez ilyen full ügyesség lesz az egész. Így bázzeg, nem kéne körmöt vágni. Mekkora már a körmöte. Jó. Azt mondja, rakd a helyére, és játsz le.
Jó. De... És hol jön a piros? És most jön a piros. De az hol van? Érdekes. Jó, igen, átugorjuk a jelenetet, nem fogjuk megnézni minden egyes alkalommal. Na várjál. Megcseréljük őket. Jaj, de leugrottál! Ne! Megérkeztünk. És a zöld? Ő az anyját. Oké, hogy megjöttünk, de ez így nem oké. Itt valami nem kóser. Nem, nem. Hogyha az áramnak neki megyünk, az fáj, és nem. Gondolom ennek sem mehetek neki így. Fú. Fú, ez a... A zenedoboz, ez ki fog idegelni engem teljesen. Nem, itt semmi nincsen. De ezt itt átlépném ám, köszi. Jó. Tehát ez így eddig nem nyert. Erre nem tudok visszajönni. De akkor csak úgy jön, hogy ezt a kettőt megcserélem, lejátszom. Mert így most ez működik itt. Igen. Igen. Most ez. Jó. Nem. A sötét mágiával nem megyünk át a tűzön. Az Istent kell itt csinálni? Itt se tudunk átmenni. De ez itt biztos, hogy ennyi? Semmi többet nem tudok csinálni. Nem hagytam el valahol. Itt biztos, hogy nem tudok átugrani. Csak semmi. Igen. Ez így szép és jó. És hogyha elindul a piros? Aha! A pirosot arra is el lehet menni. Ezt eddig nem láttam. Majdnem leestünk. Jó. Meg ne szúrj.
Megvan a következő. Oké. Ezt nem nézzük meg még egyszer. Berakjuk a lilát. Jó. Most erre eljövünk, megnézzük, hogy mi a helyzet. Jó. Le ne es. Jó. Oké. Hát erre nem nagyon tudok elmenni. Erre viszont igen. De itt volt a... a lila cucc. Jó. Teljes káosz ez a zenedoboz, ez szörnyű. Kíváncsi vagyok, hogy a lila mit csinál. Gabriel? Na hülyülj. Jó. Gyerünk. Következő platform, nagyon jó. Rohadt zenedoboz te. Oké. Na és a, most jön a zöld, de nekem meg a lila kellene, nem tudom, hogy az... mit fog csinálni. Mit kezd el működtetni, majd mindjárt itt kiderül, lehet, hogy itt az a bal oldali. Nem. És nem. Mm-mm. A lila nem ezt csinálja itt. Egyik oldalt sem. Na várja, a piros... így, megcseréljük őket. Így előbb ki fog derülni. Igen. Igen. Jó. De... azért. Megvan a sárga. Jó. Megvan a sárga is. Jó. Megnézzük, hogy a sárga esetleg itt csinálja-e. Nyugodjál meg, Blues! Jó. Jöhet a sárga, az itt mozog. Azt a kurva, hogy pont ki kellett, hogy gyújladjál! Pont kigyulladt. Hogy lehetek ennyire szerencsétlen? Na. De hallott pont akkor, amikor odaérek? De mi a... de... ott hogy menjek át? Az mi a szarom ott? A faszomat. Ragd már bele azt a szart. Indítsd... indítsd el. Fú te, aki ezt kitalálta, hallod? Külön helyet raknék neki, ahogy adnék a pokolba. Ez mi ez a szar? Ezt régen is utáltam. Jó, B-terv.
Ennyi. Megvan a következő szar. Jó, nem érdekel, mert 28-szor nem fogom végignézni ugyanazt a videót. Na, megvan az utolsó is. Na most nem mindegy, hogy mi a sorrend. Ugyebár. Na várjál, mert... Azt mondja... Igen. Mert most még ott szemben nem voltunk ám. Jaj, de vicces. Agy faszt kapok, komolyan mondom. Igen, tényleg nagyon veszélyes. Fú, hallod. Gabriel, remélem meg fogod ölni utána a banyát. Na. De... Nem jött be. De mi a szom van ma? Miért nem tudok átmenni? De igen, újra szeretném indítani. Te hallod? Ó. Jázd le. Hú, csak jussak ki ebből a szutyok szarból, te. Kinyírom a banyát. Meg remélem ez a hülye csilingelő szar még copyrightos is. Hát nem ez. Akkor várunk még egy picit. Azt szerintem ez a sárga, nem? Sárget hová raktam be? Hanyadikra? Ide simán a zöld helyére... Nem, ide a lila kell. Jó. Oké. Nem. Na, ez melyik lesz? Mert most meg a sorrend a nem mindegy. Ez a zöld. Na nézzük. Azt mondja, hogy piros, kék... Talán. A piros az biztos. Mert a kékkel átmegyünk ott az elektromosságon. Igen. Jó. Jó, hogyha az megvan, a lila itt tovább fog engedni minket. Várj, a lilát raktam be a harmadikra? Nem, a sárgát. Jó, akkor piros, kék, lila. Piros, kék, lila, sárga, zöld. Egyszer. Gyere. Jó. Oké. Jöhet a kék. Jó. Oké. Akkor ez lesz a következő, ha minden igaz. Várunk egy picit, aztán mindjárt kiderül. Így van. Jó. És ha jól megy... Ott látok ott a távolba olyan azért fénylő szart. Nem, ez nem a sárga.
Én mindenféleképpen oda akarok elmenni. A lila után lehet, hogy a zöldet kéne berakni. Majd mindjárt megnézzük, hogy ha itt átmegyek, akkor tovább tudok-e menni. Vagy kell esetleg más. Ó, azt a rohadt életbe, banya! Add oda neki. Mert ezt nem lehetett volna csak úgy simán kiemelni abból az rohadt zenedobozból, be kellett, hogy menjek kicsiben, mi? Hát, ha te jó nő vagy, bazd meg, akkor én az amerikai elnök. Mi egy zöld kristályt elhagytunk. Hol? Hát gondolom valahol kinn a izében. De nem, az ezen a pályán volt. Mindegy. Nem megyek vissza a zenedobozba, az kizárt dolog. Tizedik fejezet. Ó, ez is. Titán temető? Titán temető? Jó. A következő részben elmegyünk a titán temetőbe.